Hajtetoválás a 15. Szabolcs kupán. Az új divat egyre gyorsabban terjed. A folyamat lényege, hogy különböző formákat borotválnak a fejre a hajból kivágva. A fodrászok 12 versenyszámban mérhették össze tudásukat. 12 versenyszámból végül is, amelyik az ő számukra szimpatikus, kiválasztották a legkedvezőbbet. De ami most egy új kategória, illetve kettő, az egyik a borbély csata, vagy a barber csata, és a másik pedig a hajtetoválás. Ez nagyon nagy létszámot vonzott, hisz ha nemzetközileg megnézzük, ott is nagyon sok létszámmal szoktak részt venni ezen a versenyszámon, ezért emeltük be mi is a magyarországi versenybe. Látványos alkotásokat készítettek a műkörömépítő és díszítők is, egyik témájuk idén az orchidea volt. Egy ilyen verseny nagy felkészülést igényel. Több héttel előtte már készültem, megterveztem a ruhát, meg a körmöt, majd otthon gyakoroltam. A kozmetikusok is több témában alkothattak, a nappali és az alkalmi mellett egy csillogó fantázias minket is készíthettek. A tapasztalatok szerint a rendezvény iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. 180 versenyző érkezett a mai nap folyamán ide. Az évek során folyamatosan emelkedett a résztvevők száma, és ez egy országosan elismert rendezvényé vált. Látszik az érdeklődőknek az országos eloszlásából, hogy szinte minden megyéből érkeznek hozzánk versenyzők, felkészítők, szakemberek, zsűritagok, és a határon túlról is, Romániából és Ukrajnából is érkeztek versenyzők. Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen jellegű megmérettetéseket, hiszen itt a szakmából nagyon sok mindent meg lehet tanulni, az érdeklődőknek is nagyon fontos, és nagyon fontos azoknak is, akik részt vesznek a versenyen, hiszen láthatják azt, hogy ők szakmailag mennyire felkészültek, össze tudják hasonlítani a tudásukat azokkal, akik erre a versenyre mai napon megjelentek. A három szakma közül a fodrász volt a legnépszerűbb, ebben a kategóriában összesen 124-en neveztek.